most már konkrét technikákat fogunk tanulni. Az első két videót, ha végignézted, akkor nagyjából lett egy elképzelésed, csak most megnézzük, hogy hogyan kezdjük el magát a munkát. Ugye, ahogy már beszéltük, fontos, hogy rögzítve legyen a zsák, fontos, hogy nagy zsák legyen, és fontos, hogy a partner, hogyha már nagyon nem tudok mozogni, mert minden nyíláson veszem a levegőt, akkor üvölcsön velem egy picikét, hogy szerintem van ott még. Ugyanúgy. Jó? Tehát az első bal egyenes jobb horogütés. Ugye két ütésből álló kombináció, egyébként nagyon hasznos is. Kezdünk a bal egyenes ütéssel. Bal egyenes ütésnél, ahogy már mondtam, egy belépéssel fogunk kezdeni, illetve a belépéssel egy időben már elindítjuk az ütést is. Amikor lépünk be a távolságba, arra nagyon figyeljünk, hogy a zsáknak a középvonalát mindenképpen lépjük át. Tehát egy picikért, akár mondanám, hogy 45 fokban kifele fogok lépni, és ettől függetlenül előre megy a kezem. A tempó is nagyon fontos. Amikor az első kezet húzom vissza, akkor indítom el a hátsó horogütést. Hátsó horogütésnél oldalról szeretném eltalálni a zsákot, tehát az egész egy körpályán fog mozogni. Ahogy indítom a forgást, billen föl a könyököm az ütés síkjába, és találunk az ütéssel a zsáknak az oldalán, és az utolsó harmadik tempóban kilépünk a távolságból, és itt lesz vége ennek a gyakorlatnak. Tehát egyenesítéssel belépés, horogütéssel befejezés, harmadik tempóban kilépés, és egy picit le lehet lazulni. És szerintem csak.